Új módszert választottam, a Genfi autószalon kicsit részekre bontva mutatjuk be, különös tekintettel a legérdekesebb autókra. Talán a szalon egyik sztárja volt a Kia-nak az új Soulja. Ez először 2006-ban a Detroit-i autószalonon mutatkozott be, azt még a kaliforniai design központban, formatervező központban tervezték. Azóta áthozták Európába, és most az európai munkát látják. Összesen három típusban hozták ki egyszerre, ami nagyon meglepő. A Soul Burner, a Soul Diva és a Soul Searcher a három verzió. Itt egyébként a legvadabbat látjuk, ez a Burner. Ez kifejezetten a rossz fiú szerepét akarja eljátszani. Ha belülről megnézzük, ez a vörös díszítés is ezt jelzi. Belül ezek az animációk a kis LCD-ken, színes LCD-ken az autó jellegét jelenítik meg, hogy a későbbiekbe bekerül-e, azt nem tudni. Kívülről egyébként, ha néztük a fényezést, akkor mint a tetoválás, egy ilyen szatén feketében, fényes fekete elemek vannak, belül ugyanez van. Ez a Searcher, ez a legnyugodtabb verzió, itt azt mondják, hogy a nagyvárosi forgalomban szükség van a nyugalomra, rengeteg pakolóhely van mindegyikben, nagyon hasonlóak belül látszik, szinte csak a színnel variáltak. Az autóról magáról annyit kell tudni, hogy 4105 mm hosszú, tehát a Supermini kategóriában van. Egyébként itt jól látszik, hogy hatalmas, nyitható teteje van, hátul is elég nagy a hely. Tehát 4105 mm hosszú, 1785 széles és 1610 magas, a tengelytáv nagyon nagy a kategóriájához képest, 2550 mm. Itt belül egyébként erre az elemre az volt ráírva, hogy hibrid, amire egyébként semmiféle hivatkozás nincs. Sokkal érdekesebb az egész autóval kapcsolatban az, hogy nagyon-nagyon közel áll a Syria darabhoz, ez egyébként ordít róla, és ősszel, szeptemberben a párizsi autószalonon jelenik meg a valódi darab. Hogy még izgalmasat mondjak, Magyarországon ősszel lesz egy bemutatója, és jövő év elején már akár nálunk is megvásárolható lesz, a szalonokba kerül. Ez a Diva verzió, ez azt mondja, hogy az egyéniséget, a divatot fejezi ki. Metál fehér egyébként, nagyon érdekes volt a szín. Belül pedig, ha az összeállításokat nézzük, akkor látjuk, hogy itt nagyon nagy mennyiségben alkalmazzák az arany díszítést. Egyébként érdekessége ennek az egész dolognak az, hogy a Kia végre önálló arcolatot mutat, és abszolút saját dizájnnal jelentkezik. Az ülését, ha megnézzük, műbőrből van egyébként, és ilyen hímzett elemek vannak benne, motívumok, díszítések. A műszerfal az fehér bőr, itt is itt van ez a hatalmas, nagy, nyitható üvegtető, és a külső ellennél is jól látszik, hogy arannyal díszített. Egyébként ezen automata kivitel. Automata váltó van, 225x45-19-es a gumia, mindegyik ilyen átmérőben megy. Egyelőre egyéb műszaki adatokat nem közölt a gyár.